Szia, én Petra vagyok a furujaiskola.hu-tól, és ebben a videóban a stoprán furúja leggyakrabban használt, vagy valószínűleg általad leggyakrabban használt hangok, hangjait fogom ö, bemutatni. Kezdjük ö, a legmélyebb hangtól. Ez az alsó C. Jó, amikor minden lyukat be kell fognod, nagyon pontosan, mert ha csak egy szelel itt fönt, akkor az alsó C már nem fog szépen megszólalni. No, próbáljuk meg megfújni ezt az alsó C-t. Jó, nagyon fontos, hogy a mély hangoknál inkább halkabban, kevesebb levegővel, kisebb erővel fújjuk meg a hangokat, mert akkor könnyebben megszólalnak. Az alsó C fölött található egyje, az alsó D. Fújjuk meg őt is. A D fölött egyel található az alsó E. Az első vonalon. Majd az E fölött az alsó F, amit barok így kell fogni. Nekem barok van, germán pedig így. Na, fújjuk meg ezt is. Az első vonal közben található. Amivel még esetleg találkozhatsz, a, főleg a népdalokban, az a FISZ. Úgyhogy ezt is megtanítom neked ebben a videóban. A FISZ az az F-nek egy félhanggal felemelt ö, változata. Tehát, ha például egy zongorán elképzel, akkor az F az egy fehér billentyű, és a FISZ az a mellette egy jobbra lévő fekete ott ö, fölül. Jó, tehát a fisz, itt is különbség van a barokk és a germán furúja között. A barok furúján az alsó fiszzt így kell fogni, a germán furúján a kisújunkra is szükség van. Na fújjuk meg ezt a fiszzt hangot is. És akkor most hallgassuk meg a különbséget az F és a FISZ között. Jó, barok furulyán. És germán furulyán. Super. No, az F fölött, hogyha nem félhangra lépek, hanem a következő fehér billentyűre a zongorán, akkor a G hang található a második vonalon, amit így kell lefogni. A G fölött egyel, a második vonal közben található az A hang. A harmadik vonalon, tehát a középső vonalon található a H hang. harmadik vonal közben a felső C, amit így kell lefogni, és a negyedik vonalon a felső D, aminél még a hüvelykújunkat is kinyitjuk hátul. Jó, szerintem ennyi neked egyelőre elég, és ezzel már el tudsz indulni, hogy egy-egy könnyebb dalt eljátsz furuján. Amennyiben ez a videó elnyerte a tetszésedet, akkor látogass el a weboldalunkra, vagy pedig a YouTube csatornánkra, ahol további oktató videókat is találhatsz.